Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Na nézzük akkor, hogy hogy szoktuk ezt csinálni, ezeket a képzéseket tegeződve. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Hát ha valakinek ez nem tetszik, hogy tegezzük, akkor szívesen visszamagázódunk az előadás végén, amire nem nagyon emlékszem, hogy mikor volt példa. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Nagyon. Csodás. Csodás világunkkal, nem? Jó, hogy tanuljuk az elnyomást. Jó, hogy pont elnyomás feloldó coachképzésünk van. Ugye a coach azt jelenti, még egyszer mondom, hogy ember és életjobbító. No szóval, beszéljünk egy kicsit a világunkról. Hát lehet, hogy a második részben fogok majd erről beszélni. Most beszéljünk arról, hogy mit is csinálunk, jó? De először is nézzük meg, hogy de hátra megyek. Itt van. Tehát ugye azt mondtam, hogy coach képzéseink vannak. Egy hónap, az kb. 30 óra. És ugye van egy sorrendje ezeknek a képzéseknek. 25 nagy témánk van. És vannak olyan témák, ami alapok. Tehát alaptémák. Tehát nem minden képzésünk egyforma fontosságú. Az alapképzések közt a legalapabb az etika. Az etika coach képzés. Tehát ha valaki mondjuk etika coach képzésen részt vesz, akkor képes a tisztességet, a becsületet, az etikát és az erkölcsöt hatékonyan használni, továbbá ezt átadni másoknak is, ismeri azokat az energiákat, ami ezzel kapcsolatosak, el tudja érni azt, hogy legyen elég energiája, és ezekben másoknak is tud segíteni. Ugye mi nagyon sokat foglalkozunk energiákkal. Az előzőben 8 olyan hónapunk volt, ahol kifejezetten az energiákkal foglalkoztunk. Olyan energiákkal, ami a személyre, az ember személyre hat, de erről mindjárt lesz még szó. Alap, tehát az alapok alapja az etika. Alap, hogy az ember tudjon tanulni. A tanulásnak ugyanis vannak akadályai, és ha az ember ismeri ezeket az akadályokat, akkor le tudja küzdeni. Tehát ami azt jelenti, hogy mondhatjuk úgy, hogy a tanulásnak vannak problémái. És az ember egy bármilyen problémára tudja a megoldást, akkor le tudja győzni azt a problémát. És ilyen probléma a tanulás problematikája, hogy vannak emberek, akik könnyebben tanulnak, vannak, akik nehezebben tanulnak, és ha valaki megtanul tanulni, akkor könnyen fog tanulni. Tehát én ugye ugyanúgy, mint bárki más, idősödöm. Hát most már 60 éve idősödöm, és folyamatosan, és könnyebben tanulok, mint bármikor életemben. Pedig ugye azt mondják, hogy gyerekkorban tanul az ember a legkönnyebben. Ez tévedés, mert akkor tanul az ember a legkönnyebben, amikor tud tanulni. Világos? És én sokkal könnyebben tudok most tanulni, mint bármikor ezelőtt életemben. Tehát, ha az ember tanul, képes
és képes arra, hogy megkülönböztesse a tanulásnak az akadályait, és konkrétan bizonyos, mert ugye a tanulásnak több problematikája van, nem egy, hanem több. És ha az ember például nem ismeri föl helyesen azt a problémát, ami akadályozza a tanulásban, akkor hiába van más típusú tudása a tanulással kapcsolatban, mégsem fogja tudni azokat az információkat, amit tanul, megjegyezni, mert egyszerűen nem arra van tudása, arra a tanulás akadályra, arra a tanulási problémára, ami a tényleges probléma. Tehát ugye tudjuk, hogy az életünkben hát nagyon sokféle probléma van, lesz mindjárt szó róla, például párkapcsolati problémák, csak most eszembe jutott valami, de a párkapcsolati problémának hányféle módja van, és hiába ismeri az ember az egyik párkapcsolati problémára a megoldást, ha éppen neki nem olyan párkapcsolati problémája van. És ugyanez a helyzet a tanulásnál is. Tehát hogyha az ember ismeri a tanulásnak az összes akadályát, összes problémáját, akkor képes arra, hogy bármilyen tanulással kapcsolatos problémával találkozik, akkor arra legyen megoldása. Másik alaptéma, erre megyünk, az önismeret. Hogy mindenki megismerje saját magát és az embereket. Tehát, hogy egyáltalán az ember tudja azt, hogy miből állunk össze. Az emberek nagy része, főleg itt a nyugati társadalomban azt gondolja, hát miből állunk össze? Hát itt a testünk, abban vannak szerveink, abban van mindenféle egyéb dolog, ugye a testünkben csont, stb. Stb. És akkor ebből állunk össze. Hát ez nagy tévedés. Mert nem egy dologból állunk össze, nem anyagból állunk össze, az anyag az ember működéséhez egy rész, de az ember az három részből áll össze, itt látszólag négy rész van, mert test, elme, tudat és lélek, de a tudatunk az az elménkhez kapcsolódik, illetve hát ugye az elmén keresztül kapjuk meg a tudást, és a lélek az elmén keresztül kommunikál velünk. Mert az elménk az maga az két részből álló dolog. Van egy tudatos része az elménknek, és van egy ösztönös része. Tehát igazából alapvetően az ember három dologból áll össze. Van egy testünk, de az csak egy rész, mint mondtam. Van egy elménk, amely önmagában két részből áll, és van egy lelkünk, az a harmadik rész. Tehát most gondoljátok végig, hogyha mindre csak azt mondjuk, hogy egyharmad, 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 akkor az emberek tanulják a biológiában a testük működését, és mi van a kétharmaddal? Mert most gondold végig, ott van a test működése, és a test működéséhez van igazából nem sok dolog, hogy a test jól működjön. Tehát maga a test. Hát egyszerűen a testre vigyázni kell. Mindenkinek vigyázni kell a saját testére. Nem csak úgy, hogy ne üss el az autó, és nem így, csak így gondolom. Tehát például, hogy lehetőleg minél kevesebb károsító anyag kerüljön be a szervezetbe. Ez egy alap dolog. Minél több károsító anyag kerül be a szervezetbe,
az illető annál inkább nem vigyázott a testére, és annál inkább keletkezhetnek olyan problémák a testtel, ami az élettartamát a testnek megrövidíti. És a természetes elhasználódását felgyorsítja. Tehát a testtel gyakorlatilag annyi dolog van, hogy az embernek vigyázni kell a testére. Oké? De ott van még két dolog, a lélek meg a tudatunk. Tehát a lelkünk az egy kommunikáció, nem a lelkünk, bocsánat, az elménk az egy kommunikációs közvetítő eszköz. Tehát az elménk a kommunikációt közvetíti. Tehát ne keverjük össze a fülünkkel, jó? Ott halljuk a kommunikációt, a szemünkkel látjuk a kommunikációt. De mondom, ez egy közvetítő eszköz. Tehát kommunikációt közvetít az olyan fajta működéshez, ahol nem kell gondolkodni, hanem gondolkodás nélkül cselekszik az ember. Ezt úgy hívják, hogy ösztön. És ebben a kommunikációban, a közvetítésében vesz részt az elménk, bal fele. Tehát ezzel most, hogy kimondtam, hogy bal fele, ez már egy tanítás. Akkor van egy jobb oldala is ennek a kommunikációs eszköznek, az elménknek, az pedig a lelkünktől származó információk kommunikáció közvetítését szolgálja. Ha az ember erről sokkal több tudással rendelkezik, akkor egész más minőségű életet tud élni. És van egy lelkünk, amely egy halhatatlan valami. Mi az a valami? Nagyon pontosan meg lehet határozni. Értelmes energia. A lelkünk egy értelmes energia, és ezt az értelmes energiának az információi tudását tudja átadni az elménk. Annak is a jobbik fele. Tehát a jobb oldal. Tehát ha az ember ismeri a test, az elme, a tudat, a lélek harmonikus működésének feltételeit, illetve ugye ezeknek a feltételeknek a létrehozását, és másoknak is át tudja adni, azért az életben ez nem egy olyan rossz dolog. Lenne, hogyha az emberek ezt tudnák. Tehát most gondoljunk csak végig azt, hogy itt van, három részből állunk, mint ember, és az emberek nagyon nagy része az bolygón. Ebből a háromból egyet sem ismer egész, igazán. Kettőt még kevesebb ember ismer a bolygón. És igazából a háromnak a működését nagyon-nagyon kevesen ismerik. Pedig az ember az egy kerek egész. És ebből a háromból áll össze, és nem egyből. Nézzük a következő témát. Tehát nézzük a következő témát, vérmérséklet. Ez is egy alaptéma. Illetve a vérmérséklet nem alaptéma, bocsánat. Az nem alaptéma, az egy téma. Tehát hat alaptémánk van egyébként. A vérmérséklet az, ha ismeri az ember a saját vérmérsékletét, azon belül megismeri a saját erősségeit és hibáit, akkor könnyebben boldogul az életben, és ki tudja javítani a hibáit. Mert ez a fő dolog ebben, hogy az ember ki tudja a saját hibáit javítani.
És ha felismeri mások vérmérsékletét, és ezáltal, hogy felismeri, könnyebben tud alkalmazkodni az ő vérmérsékletéhez, akkor sokkal könnyebben tud az ember bánni másokkal. És ha esetleg még segít is az ember, hogy másnak is információ legyen a saját vérmérsékletéről, vagy esetleg mások vérmérsékletéről, akkor az meg kész nyeremény. Alaptéma a hangulatjavító kocs. Az életben egy eléggé meghatározó dolog, hogy az ember ismerje a hangulatokat, a hangulati szinteket, a hangulati szinteknek az energiáit, a hangulati szintekhez tartozó emberi működéseket. És ha az ember ismeri a hangulatokat, és tudja annak, hogy milyen negatív hatása van, ha az ember negatív hangulattal rendelkezik, hát akkor az ember tegyen azért, hogy jó hangulatú legyen, és mert a jó hangulatoknak igen-igen pozitív hatása vannak saját magára és másokra nézve. És az ember ezeket megérti, ami a legutoljára hány hónap volt, emlékeztek? Három hónap volt. A hangulatjavító kocs az egy három hónapos, tehát egy 90 órás képzés volt. Személyiségfejlesztő, na ez volt 8 hónap, pedig nem is alaptéma. Ez azt jelenti, hogy az embernek fontos, hogy megismeri a saját személyiségét. Más a vérmérséklet és más a személyisége, jó? Tehát ez két különböző dolog. Hogy rájöjjön az ember, hogy az élete miért olyan, amilyen. Tehát amikor a személyiséget tanuljuk, akkor rájön az ember arra, hogy gyakorlatilag ebben az életben semmi nem véletlen, és ami velünk az életünkben történt, az mind amiatt történt, mert azt nekünk meg kellett élni. És az ember arra is képes rájönni ezen a tanfolyamon, hogy miért kellett azt megélnie, azt az élethelyzetet. Tehát hogyha az ember mondjuk egy olyan élethelyzetet él meg, ami esetleg negatív, akkor ennek a tudásnak a hatására képessé válik arra, hogy a jövőben hasonló probléma esetén kijavítsa azt az élethelyzetet, illetve megjavítsa azt az élethelyzetet. És ugye az sem mellékes, hogy az ember felismerje mások személyiségét, és esetleg ebben tudjon másoknak is segíteni, hogy ők is felismerjék a saját és mások személyiségét. Alaptéma, elnyomás feloldó kocs, ami éppen most folyik. Ugyanis, hogyha az emberek nem ismerik fel az elnyomókat, és nem ismerik fel a szociális embereket, ugyanis a bolygón minden ötödik ember elnyomó, és ötből négy az pedig szociális. De az ember hajlamos arra, hogy bizonyos viselkedéseknél, bizonyos viselkedések esetében már valakire rámondja azt, hogy elnyomó. Pedig az illető esetleg az életének nagyobbik részében, mint nem elnyomó, hanem szociális emberként működött. Ezért nagyon fontos, hogy az ember ténylegesen meg tudja különböztetni az elnyomókat és a szociális embereket. Azon belül ugye az se baj, hogyha az ember azt is tudja, hogy míg minden ötödik ember elnyomó, az elnyomók közül minden ötödik
hát mondhatjuk azt, hogy szuper elnyomó, tehát nagyon elnyomó, tehát veszélyesen elnyomó, és mondhatjuk azt, hogy minden 25. ember a bolygón veszélyesen elnyomó. És hát ugye az se baj, ha az ember felismeri, és az a legnagyobb probléma, amikor a vezetésekben, bármilyen vezetésben, lehet az munkahelyi vagy állami vezetésben, vagy esetleg mondjuk olyan helyeken, ahol valamilyen szolgáltatások vannak, vagy bárhol, ahol embereket vezetnek, tehát a vezetésben elnyomók kerülnek hatalomra, akkor az elnyomók arra törekednek, hogy kicsinálják a szociális embereket, szó szerint értsd. Ezért, hogyha túlságosan hatalomra kerülnek az elnyomók, akkor az emberiség léte forog kockán. Mert ők hajlamosak arra, hogy a saját túlélésük érdekében minden szociális embert kicsináljanak. Oké? És ha megnézitek, akkor ugye a bolygó 20% az 1 milliárd 600 millió ember, de ugye vannak a nagyon veszélyes elnyomók, az minden 25. ember, az a bolygó 4%-a, az durván 320 millió ember. Ők bőven ellennének azzal, hogy a bolygó létszáma az 320 millióra csökkenjen. Oké? Tehát a nagyon elnyomók, azok simán kicsinálnák a kevésbé elnyomókat is, hát a szociális emberekről nem is beszélve. Oké? És mintha valami ilyesmit látnánk az elmúlt 3 év során. Úgyhogy ha az ember nem tudja felismerni az elnyomót, és nem tudja az elnyomást kezelni, akkor gond van. Sőt, ugye mondhatnánk azt, hogy ott, ahol az emberek nem boldogok, tehát szó szerint értsd, hogy nem boldogok, ott bőszen tevékenykednek az elnyomók. És ha most körülnézel a társadalomban, akkor nem sok boldog embert látsz. Érted? Tehát azzal lehet felismerni a legjobban a társadalomban az elnyomók működését, hogy az emberek nem boldogok. Oké? Tehát nem boldogok az emberek. Tehát az elnyomók az elmúlt időszakban hatalomra kerültek. Mikor én először erről beszéltem, az kb. 20 éve volt, mikor először tanítottam az elnyomást, akkor még olyan utopisztikusnak tűnt ez a dolog. És ha megnézitek, az elmúlt 20 évben a társadalom egyre rosszabb és rosszabb hangulatú. Tehát egyre kevésbé boldog, egyre kevésbé boldog. Ami azt jelenti, hogy fokozatosan hatalomra kerültek az elnyomók. Oké? És minél jobban hatalomra kerülnek az elnyomók, a társadalomnak annál rosszabb lesz. Oké? Tehát van egy mondás, ott, ahol a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik. Tehát, ha a Földön a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a Földön eluralkodik a rossz. Oké? Márpedig egy ilyen világot élünk. Sőt, ha megnézed, az elnyomók
a megmentő köntösében tetszelegnek. Ők a megmentőink. Oké? Okay? Az emberiség megmentőiként tetszelegnek ma az elnyomók. Szó szerint értsd. Na nézzük tovább. Önbizalom teremtő kócs. Visszalépek mégiscsak. Eszembe jutott valami. Régóta tanítom azt, hogy sok a jó ember a bolygón. Az emberek 80%-a jó. Tehát eredendően jó. És mindössze 20%-a az eredendően gonosz. De itt van ez a 80%, aki azért, hogy jobb legyen, gyakorlatilag szinte nem tesz semmit. És ugye tanítom azt is, tanítottam régebben, hogy sajnos ez úgy működik, hogy egyszerűen, ha túl jól megy az embereknek, akkor belekerülnek egy olyan életformába, ami azt eredményezi, hogy ne fejlődjenek az életük során semmit. Tehát ehhez semmit nem kellett csinálni, csak azt, hogy az emberek viszonylagos jólétben éljenek. Tehát ha az emberek viszonylagos jólétben élnek, akkor megelégszenek azzal az élettel, amiben élnek. Ezzel csak egy gond van. Hogy van egy univerzális szabály. Mindenre igaz. Ha valamit, azért univerzális szabály, ha valamit nem fejlesztesz, nem jobbítasz, vagy nem fejlődik, nem javul, akkor óhatatlanul romlásnak indul. Olyan, hogy magától valami fejlődjön, az nem része az univerzumnak. Ahhoz, hogy valaki vagy valami fejlődjön, bármi, abba energiát kell egy minimum egy értelmes lénynek belerakni. Oké? Okay? Tehát ha valaki fejlődni akar, akkor önmagának kell abba energiát befektetni, berakni, betenni, hogy ő fejlődjön. Az ember magától, ha nem tesz bele energiát, nem fog fejlődni. Oké? Okay? Tehát még egyszer mondom, az univerzális szabály az, hogyha egy értelmes lény valamit nem fejleszt, bármit, nem javít, akkor az tönkre megy. Oké? Okay? Tehát a kimúlás felé halad. Bármilyen anyagról legyen szó, ez így működik. Márpedig az ember is a részben anyag. Egy részben. És sajnos az ember úgy működik, hogy alapvetően lusta. És ha megnézzük, a legtöbb embernek a legfontosabb a saját kényelme. Oké? És ha megvan a saját kényelme, akkor elégedett.
amíg a kényelemhez biztonság is társul valamilyen szinten, akkor még elégedettebb. És egy, van egy régi, még a 90-es években tanították nekem, hogy a kiváló élet akadálya egy jó élet. Érted? Tehát a leginkább akkor nem fejlődnek az emberek semmit, ha jó életük van. Oké? És ez tényleg igaz, mert minél jobb módú egy nép a világban, annál kevesebb az százalékosan az a személy, aki fejleszti magát. Tényleg így van. Tehát minél jobb életet élnek az emberek a világban, országokban, százalékosan annál kevesebb százalék fejleszti magát. De még egyszer mondom, van egy univerzális szabály. Mindenre igaz, és az emberre is igaz, mivel az ember az univerzum része. Ha valamit nem fejlesztesz, nem javítasz, akkor az romlik. Ezért van az, hogy régen láttál olyanokat, hogy bölcsöregek. A fiatalok nem. De az én korosztályom még elvétve, még a múltban láttunk bölcsöregeket. Na most keres bölcsöregeket. Hát lámpással esetleg találsz, ha keresgész. Most olyan ritka a bölcsidős, mint a fehér holló, legalábbis itt a mi társadalmi formánkban, Európában. Tehát azt látni, hogy az emberek általános elhűlésben vannak. És tisztelet a kivételeknek. Az általános elhűlés az egyszerűen tömeges. Tömeges. Tehát úgy néz ki, hogy idősebbnek az emberek, úgy egyre nagyobb mértékben hűlnek el. Tehát amikor a képzéseket tartjuk, sokszor előfordul, hogy visszanyúlunk a gyerekkorhoz. Mert egyszerűen valamit a gyerekek sokkal jobban csinálnak, mint a felnőttek. Sokkal. Ösztönből. Tehát bennük van az a genetikai kód, ami által jobban működnek gyerekként. És minél több negatív hatás éri őket a külvilágból, annál inkább elfelejtik a normális működést. Persze természetesen vannak olyan dolgok, amit a gyereknek meg kell tanulnia, ez nem kérdés, de vannak alapdolgok, csak most mondom, mondok egy példát, jó? Csak egyet. A legtöbb felnőtt embernek annyira kevés az önbizalma, hogy hihetetlen. Márpedig minden kisgyerek tel is tele van önbizalommal. Ez nem visszafejlődés, csak úgy véletlenül. És mit eredményez az önbizalom? Sikereket. Mit eredményez a siker? Sikerélményeket. Mit eredményez a sikerélmény? További önbizalom növekedést. Oké? Hát azért nőttél föl, mert tele voltál gyerekként, kisgyerekként önbizalommal. Most az életedben milyen sikereket csinálsz gyerekkorodban, gondold végig, amikor rámosolyogtál a szüleidre,
rögtön kaptál elismerést, mikor először rájuk mosolyogtál, érted? Abba a pillanatban, mikor először, mit tudom én, oda nyúltál a szülődhöz, megérintetted őt, rögtön kaptál elismerést, érted? Rögtön, mikor először elkezdtél gőgicsélni, rögtön kaptál elismerést a szüleidtől. Mikor először elkezdtél mondjuk játszani ott valami játékkal, rögtön kaptál elismerést, mert mondjuk fölkötöttek csörgőt, te megütötted a csörgőt, hogy hadd csörögjön, vagy a kezétbe adták a csörgőt, azt ráztad a csörgőt, rögtön kaptál elismerést. Amikor megfordultál az ágyban, rögtön megkaptad az elismerést. Amikor fölültél az ágyban először magadtól, rögtön megkaptad az elismerést. Amikor fölálltál, rögtön megkaptad az elismerést. Amikor elsőket lépted magadtól, rögtön megkaptad az elismerést. Amikor elkezdtél beszélni, rögtön megkaptad az elismerést. És közben hány elismerést kaptál, amit nem soroltam föl? Aha, és akkor most megkérdezem, most mit hozol létre? Olyat, amit előtte nem csináltál meg. Felnőttként. Mit csinálsz olyat, amit előtte nem csináltál meg? Én rendszeresen csinálok olyat, amit előtte nem csináltam meg. Nem én vagyok a kérdés, hanem te. És nem kellene az, hogy olyan életet élj, amit előtte még nem csináltál, és ezért elismerésben tudsz részesülni? Vagy ez neked nem kell? Tudod, mit látok? Én dolgoztam életemben több tízezer emberrel, és azt látom, hogy az embereknek az elismerésre nagyobb szükségük van, mint a pénzre. Érted? Tudod miért? Mert a pénz nem hoz létre önbizalmat. Hiszen nézd meg, hányan keresnek pénzt, és hol van az önbizalmuk. Tehát a pénz nem hoz létre elismerést, vagy önbizalmat. Tudod, mi hoz létre önbizalmat? Az elismerés. Tudod, milyen jól esett neked kicsiként, mikor valamit megcsináltál és kaptál rá elismerést? Érted? Hát az volt a búzdítás arra, hogy megcsináld másodszor, harmadszor, negyedszer. Érted? Ugye ezt, aki gyereket nevelt, pontosan tudja, hogy ez így van. És felnőtt korodban nem kellene elismerés. Mondom még egyszer, az elismerés hozza létre az önbizalmat. De mi kell ahhoz, hogy elismerést kapjon az ember? Olyan dolgot kell tenni, amit előtte nem csináltál meg? Világos voltam? Az ember kap arra is elismerést, ha már sokszor megcsinálta, csak nem annyit, és nem olyan erőteljes elismerést, mint mikor először csinálta meg. Érted? Az elismerés az az öt létszükséglet egyike. És akkor ilyen létszükségletünk van, hogy levegővétel. Oké? Okay. Ha megnézed azokat az embereket, akik nagyon önbizalomhiányosak, honnan látod őket? Magukba vannak fordulva. Minél jobban egy ember magába van fordulva, annál kevesebb önbizalommal rendelkezik. Minél nyitottabb,
annál több önbizalommal rendelkezik. Innen tudod ránézésre megmondani, hogy kinek mennyi önbizalma van. Világos ez? És ha megnézed azokat az embereket, akiknek nincs önbizalmuk, magukban vannak fordulva, milyen sikerélményt élnek át? Milyen elismerést kapnak? Semmiet. Nullát. Most gondold végig, most élünk egy olyan világban, ami nehezül. Ha valaki nem látja, hogy nehezül ez a világ, akkor nem tudom, hol él. Hát gondold végig. Amerikában van egy 10%-os infláció, bevallottan. Ahhoz képest az euró gyengül. Tehát a dollárhoz képest az euró fokozatosan gyengül. Tehát akkor Európában a pénzromlás miatt is, az euró romlása miatt nagyobb az infláció, mint az USA-ban. Világos voltam? Tehát ha egy pénz nagyobb mértékben romlik, mint ott, ahol kevésbé romlik, akkor ott nagyobb az infláció. Világos? Tehát Európában, az eurozónában, tehát több az infláció, nagyobb az infláció, mint az USA-ban. Világos voltam? Na most a forintunk, az lotyi, a cseh korona, bolgárleva, stb. Tehát ahol ugye még a saját pénzük van, az mind nagyobb mértékben romlott, mint az euró. Tehát még nagyobb mértékű az infláció. Oké? Sőt, elolvashatod olyan cikk, hogy megnézték, hogy a világon hol volt az elmúlt fél évben a legnagyobb pénzromlás, és mi harmadikok vagyunk a legnagyobb pénzromlásban a bolygón. Mi magyarok. Tehát a forint romlott a harmadik legnagyobb mértékben a bolygón. És akkor te elhiszed, hogy mit tudom én, 8,5%-os infláció van Magyarországon. Mikor bemész a boltba, és ahánysz, mondjuk ha háromszor mész be egy héten, akkor háromszor látod, hogy emeltek árakat. Érted? Ilyen az életemben nem volt. Volt 36%-os infláció, amit én megéltem a 90-es évek első felében, érted? És nem láttam azt, hogy hetente kétszer-háromszor módosítják az árakat. Akik a kereskedelembe eladással foglalkoznak, naponta áraznak. Naponta áraznak. Te tudod, mert ott dolgozol. Tehát nem azt jelenti, hogy ugyanazt a terméket árazzák, hanem valami mindig drágul minden nap. Tehát naponta áraznak. És az emberek elhiszik, hogy ó, hát mi az a 8,5%-os infláció, főleg azok elhiszik, akik én korosztályom és megélték a 36%-os infláció. Hol vagyunk még a 36%-os? De gondolkozz már! Amikor 36%-os infláció volt, nem volt ilyen mértékű áremelkedés folyamatosan. Gondolkozz. Ne hagyd már, hogy megetessenek. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az infláció elviszi a pénzed értékét. Oké? És azt gondolod majd, hogy a kormány megoldja. Aha. Csak tudod, mit old meg a kormány? Azt megoldotta, hogy ne kapjunk EU-s pénzeket. EU-s befizetéseink vannak. Oké? EU-s befizetéseink vannak, az továbbra is kötelező az EU-s befizetés. Csak nem, megállították az EU-s kifizetéseket Magyarország felé. Ami azt jelenti, hogy azt mondta a miniszterelnökünk, ó, hát a magyarok megoldják ezt.
majd megoldjuk, nem baj, mi azt is megoldjuk, ha nem jönnek EU-s pénzek. Oké? Okay? Szóval, ami mit fog eredményezni? Megszorításokat. Ennek a megszorításnak a része most ez a kata féle dolog. Milyen kata? Vállalkozásokra vonatkozó kata, nem a Kovács kata vagy mit tudom én kicsoda, jó? Tehát, hanem a vállalkozásokra. Szóval a lényeg az, hogy ha egy ország a mai világban valahogy boldogulni akar saját maga, itt az EU-n belül, akkor ahhoz sokkal több bevételre van szükség. Nagyon igaz, mert jó nagy volt. Jó, tehát megszorítások az meg elsősorban kit érintik? Hát a lakosságot. Oké? A lakosságot. Szóval lényeg az, hogy nehezülő világban élünk, és ez akármilyen hihetetlen, erre szükség van. Tudod miért? Mert az imént mondtam, hogy a jóléti társadalomban az emberek nem akarnak fejlődni, és nem is fejlődnek. Érted? Csak egy nagyon minimális töredék ilyen, akár 0, akárhány tized százalék, érted? És az emberek viszont úgy működnek, hogyha nehezül az életkörülményük, akkor rájönnek egy idő után, hogy az anyagban nem lehet feltétel nélkül bízni. Mert az anyag az mulandó. És miben lehet feltétel nélkül bízni? Mindjárt ide visszamegyünk, jó? Hol van? Ebben a kettőben lehet feltétel nélkül bízni. Érted? A lelkedben, meg a tudatodban. Csak tudod, mi a baj ezzel? Hogy a legtöbb embernek halvány lila gőze sincs arról, hogy ezek hogy működnek. Érted? Halvány lila gőzük sincs. Szóval egy olyan világot élünk, ahol nem számíthatsz itt, ahol élünk, arra, hogy a társadalom visszajut arra a szintre, amivel mondjuk 2019-ben volt. Jó? Tudja, hogy nem számíthatsz. Nem csak itt, hanem máshol se, ahol hasonló helyzetek vannak. Oké? Tehát itt vagy az életednek az irányítását a saját kezedbe veszed, vagy meg fogsz pusztulni. Érted? Miért? Mert úgy megnehezítik az életedet, hogy kilátástalanná válik. Eléggé drasztikus voltam. Az akartam lenni. Oké? Okay? És akármilyen hihetetlen, ebben a világban igenis lehet sikerélményeket produkálni. Igenis lehet. És igenis lehet az önbizalmat növelni. Csak olyan dologgal kell foglalkozni, ami jó. Mi az, hogy jó? Etikus. Az a jó, ami etikus. Ami nem etikus, az nem jó. Akármilyen jónak gondolnád, ha nem etikus, az nem jó. Tehát etikus,
és amire az embereknek szükségük van. Egy olyan világba megyünk, ahol a tudás lesz a legfontosabb. És aki nem akar tanulni, azt fogják, és a fentiek úgy kivonják az élők sorából, mint a húzat. Oké? Ennyi. Ha te ezt nem hiszed, semmi gond. Nekem ebben nincs probléma. Majd megtapasztalod. Oké? Csak az a baj, hogy amióta 20 éve, vagy már nem 20, 25 éve beszélek ilyesmi dolgokról, még mind bejött. Tudod? Mert 90-es évek második felében kezdtem ilyen dolgokról beszélni. És mind bejött. Ja, nézzük a következő témát, az a személyiségfejlesztő kócs. Ami ugye 8 hónapos volt. Tehát nem véletlenül volt ilyen hosszú. De erről az imént már beszéltem. Ja, de itt tartottunk, bocsánat, csak tovább lapoztam. Önbizalom teremtő a következő. Jó? Tehát elnyomás feloldó, és lesz, ugye nem mostantól, hanem majd a következő zárás időszaktól, ami mindig havonta egyszer van, lesz az önbizalom teremtő kócs. Mert ha valaki nem tudja, hogy mi az elismerésnek, a sikerélménynek a feltétele, alapfeltétele, akkor tudnám mondani, hogy ez az önbizalom. Hogy az ember visszaszerezze az önbizalmát, de sikerélmények nélkül soha nem fogod visszaszerezni. Tehát én rengeteg olyan tanfolyamról hallottam, meg könyvről hallottam, meg olvastam is ilyeneket, meg talán voltam is ilyen képzéseken, csak annyi voltam, hogy már nem emlékszem mindegyikre. Hogy megtanítható az önbizalom növelés. Ez egy hülyeség. Nem taníthatom meg. Az önbizalom akkor nő, ha vannak sikerélményeid. Azt kell megtanítani, hogy hogyan legyenek sikerélményeid. Világos voltam? És ha lesznek sikerélményeid, és kapsz elismerést, akkor lesz önbizalom. Mondok példát, jó? Nagyon egyszerű példa. Tudjátok, hány olyan emberrel beszéltem már életemben, aki azt mondta, hogy ő nem akar színpadra kerülni. Mégis, ugye mondjuk bizonyítványt kapott, vagy valamilyen elismerést kapott, és hát nagy nehezen csak kiment a színpadra. A következő alkalommal már egész könnyen kiment a színpadra. A harmadik alkalom meg már szaladt a színpadra. Érted? És először olyan csökkent mennyiségű volt az önbizalma, hogy nem akart kimenni. Érted? És úgy kellett rábeszélni, hogy kimenjen. Érted? A sikerélmény, az elismerés ennyit jelent. Érted? Az ennyit jelent. Olyan emberek, akik teljesen kisítőek voltak magukkal, az elismeréstől, amikor egy tömeg ismeri el, nem egy ember, hanem egy tömeg ismeri el, olyan önbizalmat tudnak kapni, érted? Amire nem is emlékeznek vissza, hogy mikor volt nekik olyan. De ha te akarod élni azt a kit semmit mondó életedet, semmi gond nincs ezzel. Érted? Semmi gondom nincs. De azért gondolkozz el rajta,
hogy nem jobb lenne, hogyha ez rendbe jönne. És az életben egymás után érnéd el a sikereket? Bármely területen? Az életnek van 10 területe. Mind a 10 területe. Például, ugye, 10 terület. Önmagaddal kapcsolatban, pároddal kapcsolatban, szüleiddel kapcsolatban, gyerekeiddel kapcsolatban, másokkal kapcsolatban, a munkáddal kapcsolatban, a pénzzel kapcsolatban, a környezeteddel kapcsolatban, a hatóságokkal kapcsolatban, és az Isteneddel kapcsolatban. Nem jó lenne, hogyha ezeken sikerélményeket érnél el? Nem jó lenne például úgy élni az életedet, hogy kérsz valamit az Istenettől és teljesíti? De ahhoz úgy kellene élni az életedet. Érted? Mert ha nem teljesíti, akkor abból tudhatod, hogy nem úgy éled az életedet, ahogy kellene. És ugye hány emberről hallottál már életedben, aki Istenhez fohászkodott, imádkozott, és mégse történt meg azt, amit szeretett volna. Tudod miért nem? Mert nem Istennek tetsző életet élt. Nem az Istenének tetsző életet élt. Világos ez? Tehát mi az Istenednek tetsző élet? Nagyon egyszerű. Alap. Etikus élet. Ebben benne vannak a mulasztások, hogy nem követsz el mulasztásokat. Tehát nem csak az, hogy nem követsz el ártásokat, hanem nem követsz el mulasztásokat. Ebben benne van. Etikus élet. Benne van az, hogy fejlődsz, tanulsz, fejlődsz. És benne van az, hogy hozzásegítesz másokat a tanuláshoz és a fejlődéshez. Érted? Miért? Istenednek tetsző ez? Mert ezért vagy itt a bolygón. Ezért születtél ebbe az életedbe. Hogy tanulj, fejlődj. Érted? Nem azért, hogy megtanult kitörölni a fenekedet. Nem ezért születtél. Oké? Következő, szeretetteremtő kócs. Hát én mindig azt láttam, hogy az emberek valahogy nem tudják ezt úgy működtetni, hogy kellene. És akkor ugye úgy élik meg ezt, hogy hát azt érzékeli, hogy nem kap kellő szeretetet. Nem kellene ezt rendbe rakni, ezt a kérdést? Vagy párkapcsolat. Egy olyan világban, ahol az emberek 70%-a elválik. És most nem azokról beszélek, akik 50 éve, vagy 60 éve házasok, vagy akár 40 éve házasok, nem. Mert akkor még nem volt divat a válás. Akkor elvétve voltak válások. Mikor én gyerek voltam, akkor elvétve voltak válások. De szó szerint. Most elvétve van olyan, hogy hosszú távon együtt maradnak. Megfordult. Pedig, hát, amit az ember párt, találkozik, tehát az ember a párját nem megtalálja, hanem kapja. Jó? Tehát kapja, szó szerint. Most az ember kap egy párt, akkor talán ezt meg kellene becsülni. Nem? De hogy becsülje az ember meg, hogyha nem tanította a kutya se,
lehet, hogy rossz példát látott a szüleiben, mert ők is elváltak. Hány olyan fiatal van, aki úgy nőtt föl, hogy elvált párkapcsolatból? Amikor én voltam gyerek általános iskolás, egy olyan, tehát 30-an voltunk, vagy 32-en voltunk az osztályban, és egy olyan gyerek volt, akit egyedül nevelt a szüleje, az apja. Azért, mert az anyja meghalt. Nem volt olyan, hogy elvált párkapcsolat, érted? És úgy nőtt föl. Ugye onnan tudjuk, hogy be kellett, emlékeztek a naplóba írni, hogy milyen szülei, hogy élnek. Tehát apja, anyja együtt élnek, és stb. Stb. Ez régen így volt, nem tudom, most kérdezik-e, de annak idején nálunk ez így volt. És azért mindenki tudta, minden gyerek, hogy kinek milyen a családi viszonya. Erre most ugye megnézzük a fiatalokat, akik ugye házasulandó korban vannak, azoknak a jó része elvált szülők gyereke. Pedig hát ezt úgy hívják, hogy karma. Akkor tovább visz egy karmát. Jó, tehát az, hogy a párkapcsolatával az ember hogyan tud bánni, az egy kulcskérdés. Nézzük tovább, gyereknevelés. Hát a párkapcsolatnak lesz talán gyümölcse, egy pár gyerek, nem? Egy vagy kettő, vagy akármennyi. És a jövő nemzedéke az a gyerek. De nem mindegy, hogy az milyen nemzedék. Nem mindegy, hogy egy olyan nemzedék, amelyik épít, vagy olyan, amelyik rombol. Érted? Egyáltalán nem mindegy. És ugye az építésnek az alapja az etika. A rombolásnak az alapja az etikátlanság. És most gondold végig, egy gyerek az először a minta alapján tanul. Ellesi a mintát. És ha a szülők nem etikusak, szerinted a gyerek etikus lesz? Ki van csukva. Majd utána tanítják arra, hogy hogy működjön. És ha olyanok tanítják, akik nem etikusak, akkor az jó minta? Dehogy jó. És az azt jelenti, hogy el van szúrva a következő nemzedék. Mert rossz a minta, hiteltelenek a tanítók. Ami azt jelenti, hogy bort isznak és vizet prédikálnak. Egészségteremtő kocs. Hát elég fontos az ember életében, hogy ne az egészségével kelljen foglalkozni, nem? Hogy az egészség az egy stabil pont legyen az ember életében. Tehát ami azt jelenti, hogy semmi ne akadályozza meg, hogy ő egész legyen. Oké? Tehát ne korlátozza se fizikailag, se szellemileg, semmilyen betegség. És az ember tanulhat igenis ezekről a dolgokról. Főleg, hogyha már előtte tanulta a léleknek a működését. Mert az összes betegség az lelki eredetű. Oké? Minden, még a fertőző betegségek is. Oké? Bár a tudomány csak azt mondja, hogy kb. 85%-a a betegségnek lelki eredetű. De a valóság azt jelenti, hogy 100%-a. Boldogságteremtő kulcs. Elég fontos, hogy az ember boldog legyen, nem? És hogy mi kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen? Nem 5 szó. Mert itt 5 szóban tanuljuk, 5 plusz 1-ben. Itt tanuljuk, hát ezt túlzás, hallunk róla, inkább ezt mondanám.
De hogy az ember tényleg megtanulja, hogy mi kell ahhoz, hogy boldog legyen, az azért nem ártalmas. Na nézzük tovább. Cél megvalósító kocs, hogy az ember képes legyen célt megvalósítani. Vajon az nem fontos? Na most a célok megvalósítása, képzeljétek el, úgy működik, mintha az egy szakmád lenne. Tehát, hogyha te tudsz azt, hogy célt megvalósítani szakmát, tehát ismered ezt a szakmát, mert ez egy szakma, mondom, úgy működik, mint egy szakma, akkor bármilyen célt, megint ami etikus, meg tudsz valósítani. Világos ez? De mint egy szakmát meg kell tanulni. Kommunikációs kocs. Hát emberek vagyunk, és tudunk kommunikálni. Az mit jelent? Tudunk beszélni, hallgatni, mármint hogy hallani tudunk. Oké? Akkor tudunk írni, olvasni, érinteni. Oké? Még érintés nélkül szemmel is tudunk kommunikálni, testbeszéddel is tudunk kommunikálni, tehát rengeteg féleképpen tud az ember kommunikálni, és hát elég fontos lenne, hogy az ember ezt jól művelje, hiszen a sikerének egy kulcsa, hogy hogyan kommunikál másokkal. Emberi bánásmód kulcs. Az ember képes legyen emberekkel bánni. És ha helyesen, eredményesen bánsz az emberekkel, akkor az meghozza az életedben a sikert. Hatékonyságkócs. Hogy legyél hatékony. Hogy képes legyél növelni valaminek, mondjuk az eredményeknek a hatékonyságát, a termelékenységét, hatékonyságot. Jó? És akkor itt tudják kezelni ilyeneket, hogy feldúltság, zűrzavar, stb. Stb. Képes legyél legyőzni kimerültséget. Ezek mind olyan dolgok, amit ha valaki dolgozik, vagy embereket vezet, akkor érintheti őt. Jó? És ha ezeket az ember megtanulja, hát ez egyáltalán nem jelent rosszat, hanem csak jót. Felismeri az ember a növekedés kócsnál a fejlődési, illetve a visszafejlődési állapotokat. Ami annyit jelent, hogy minden az életedben valamilyen állapotban van. És mindenkinek az életében minden valamilyen állapotban van. Az vagy növekszik, vagy stagnál, vagy visszafejlődik, és annak különböző fokozatai vannak. Nyilván a stagnálásnak nem. De a növekedésnek vannak különböző fokozatai. A visszafejlődésnek vannak különböző fokozatai. És egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket az állapotokat hogyan kezeled. Ha elrontasz egy lépést, akkor utána ne csodálkozz, hogy még nagyobb visszafejlődésbe kerülsz, még nagyobb csökkenésbe kerülsz, ha pedig éppen növekedésbe vagy és elrontasz egy lépést, akkor utána ne csodálkozz, hogy megáll a növekedés, vagy elkezd visszafejlődni. Jó? És éneket tanulunk, hogy mik ezek a lépések például. Leszoktató kócs. Ha valakinek van valami káros szenvedélye, nekem éppen nincs, hála jó Istennek, de hála Istennek tudom tanítani. Oké? Azt, hogy hogyan szokhat le az ember bármilyen káros szenvedélyről. Mert ugye az a baj a szenvedélye, hogy a szenvedélynek, ha látszólagosan leszokott az ember, akkor is van utóhatása. Tehát nem mindegyiknek, mert például mondjuk lehet a dohányzásnak éppen nincsen, de például vannak olyanok, amit úgy hívnak, hogy mondjuk drog. Oké? Tehát például valaki mondjuk a drogról akar leszokni, akkor az simán nem megy. Tehát nem megy úgy, mint egy dohányzásról való leszokás. Oké? Bár a dohányzásról sem könnyű leszokni.
ugyanúgy nem könnyű leszokni az alkoholról sem. De azoknak, ha leszokik az ember, nincs utóhatása. De például a gyógyszerszedésnek van, a rendszeres gyógyszerszedésnek van mellékhatása, utóhatása, olyan mellékhatása, amikor már nem is szeded a gyógyszert, és mégis van mellékhatás. Érted? És azért megnézed, rengeteg ember szed valamire gyógyszert. Tehát nem gyógynövényt, gyógyszert. És minden gyógyszernek van mellékhatása. És a mellékhatások előjöhetnek. Oké? És akkor is előjöhetnek a mellékhatások, ha már abba hagyta a rendszeres gyógyszerszedést. Oké? És akkor ilyenkor mit tesz az ember? Na ezt a kutya se tanítja. Érted? De itt lehet tanulni. Na nézzük, következő. Pénzteremtő kocs. Itt nem csak arról tanulunk, hogy hogyan teremts pénzt, hanem arról is tanulunk, hogy hogyan tartsd meg a pénzt. Hogyan érd el azt, hogy maga a pénz az ne értéktelenedjen el, például, érted? A te pénzed ne értéktelenedjen el, amire esetleg a jövőre gondolsz. De hát ugye elsősorban az, hát most itt vagyunk egy magyarországi életkörülményben, szerinted, ha egyedül élsz, mennyi lenne az a minimális jövedelem, amivel úgy tök jól ellennél? Tehát ma egy magyar állampolgár, ha egyedül él mondjuk, mennyi lenne az a havi jövedelem, amivel el tud lenni? Hm? Tehát a jut is, marad is? Hát én 700 ezerre gondoltam, így van. 700 ezer. Így van, 700 ezer. Egy személynél. Két... Á, nem, hát az nudli. Tehát két személynél mennyi ez a jövedelem? Nem, hát két személy nem kerül annyiba, mint egy. Olyan 1 millió. 1 millió. Így van. Tehát két ember, ha él, akkor lenne normális jövedelmük, ha 1 millió forint lenne a jövedelmük. Világos ez? Tehát ez tisztán. Tisztán 1 millió. Tehát ebből élnének 1 millióból. Na most akkor ugye megkérdezném, hogy rendelkeztek ilyen összeggel? Hm? Tehát tisztán ennyi marad. Tehát nem bevétel, stb., nem adózás előtti eredmény, hanem tisztán jövedelem. Oké? Nem kéne ebben rendelkezni? Hm? Hát lehet kevesebből is megélni, tehát ez nem a megélés. Ez azt jelenti, hogy jut is, marad is. Érted? Tehát most főleg jutni is, maradni is kellene, mert egy olyan világban élünk, ahol azt nem látod, hogy mi lesz egy hónap múlva. Érted? Még lehet, hogy azt se látod, hogy holnap mi lesz. Hónap. Nem egy hónap múlva, holnap mi lesz. Érted? Tehát most igazán fontos lenne, de ha megnézed, körülbelül nyugaton ez van. Nyugaton körülbelül ennyiből élnek. Érted? Most miért ne lehetne itt is annyiból élni? Na nézzük tovább. Szervezetvezető kocs. Miért kell ilyeneket megtanulni, a szervezetvezető? Hát, nem tudom, te voltál-e már életedben vezető, vagy világéletedben csak vezető voltál, és voltál-e nem vezető? Én voltam ez is, az is. És pontosan tudom, hogy melyik a jobb. És nem az, hogy nem vezető. Érted? Hanem az, hogy vezető. Mennyivel jobb? Sokkal. Sokkal jobb vezetőnek lenni, mint beosztottnak. Oké? Sokkal jobb. Sokkal jobb vezetni embereket, mint vezetetnek lenni.
Világos ez? Sokkal jobb. Ha még erről nem győződtem meg, akkor vagy elhiszed ezt nekem, vagy nem. Na hát ez a te dolgod, érted? Nekem mindegy, hogy mit hiszel. Nem az én életemről van szó, hanem a tiédről. És különben is 2035-re itt aranykornak kell lenni, és 2026-ig választódnak ki a vezetők. Puff! Hát ezért elég fontos, hogy az ember megtanulja az embereket vezetni, nem? Na jó, akkor lépjünk tovább, erről ennyit. Probléma megoldó kocs. Tehát fontos, hogy az ember megoldja a problémáját, nem? Sikert képes legyen teremteni. Ez is fontos, a sikerteremtő kocs. Életszervező kócs, hát most már gyorsan, mert ránéztem az órára, már így is túl vagyok minden időn. Marketing kócs. Egy olyan világban élünk, ahol ha nem adsz el, tehát nem tudod eladni a gondolataidat, vagy azt, amit szeretnél eladni, érted? Akkor kudarcra vagy ítélve. Egy ilyen világunk van, ahol mindent el kell adnod. És az eladás, az bizony marketing. Oké? Konfliktus feloldó kocs. Ez is elég jó téma, sokat nem is kell mondani. Nagyon jó, hogy az ember képes konfliktusokat feloldani, nem? Akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képessé válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Az azt jelenti, hogy ha nem jutsz be az aranykorba, nem éled meg az aranykort. Azért mint említettem, hogy 2035-re aranykornak kell lenni ezen a bolygón. Azok, akik nem akarnak bejutni az aranykorba, nem élik meg az aranykort. A fentiek gondoskodnak róla, akik ugye a isteneink gondoskodnak róla, hogy ne kelljen neked megélni akkor az aranykort. Ennyi. Jó? De akkor erre a bolygóra már nem fogsz újra születni, csak úgy mondanám, jó? Van neked elkészítve egy másik bolygó, amire esetleg várakozhatsz, hogy mikor kerül sorra, hogy újra születsz, vagy beszületsz majd egy kőkorszaki családba. Jó? Így van. Nem a Frédihez meg a Bénihez, hanem a Frédihez meg a Vilmához, tudod, meg a Bénihez és a mit tudom én, hogy hívta? Irmához, igen. Jó, tehát. No, szóval a lényeg az, visszatérve gyorsan ide, menjünk ide, hogy mit csinálunk. Képessé tesszük az embereket arra, hogy legyen tudásuk, képességük, gyakorolhassanak itt a szervezeten belül, legyen élet és emberismeretük, hogy képessé váljanak a élethelyzeteik helyes kezelésére, problémáik megoldására, illetve megelőzésére, céljaik elérésére, illetve a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. És az ember erre képes, továbbá a lelki fejlődésre is természetesen, az ember ezekre képes, akkor képes szeretetben és békében, boldogságban együttműködve élni, azért, hogy a Földön aranykor lehessen, ami azt jelenti, hogy elnyomásmentes társadalmi forma, elnyomóktól mentes társadalmi forma. Kaptál egy utolsó és egyetlen esélyt a szellemi és lelki fejlődésre, hogy érsz vele vagy nem érsz, az már nem az én dolgom, hanem a te dolgod, jó? A döntés a tied, de minél tovább húzod az időt, annál nehezebbé válik az életed, és annál kisebb esélyed lesz arra, hogy bekerülj az aranykorba, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!